Nagyon sok szeretettel köszöntöm az Ánka TV nézőit. Szekeres Kornél címzetes rendőr örnagy vagyok, a Balatonfideli rendőrkapitányság megelőzési főeladója. Az Zánkai Bozai Pál általános iskolával együttműködve egy komplet délelőtt szántunk a mai nap folyamán, 2015. október 8-án arra, hogy a felső évfolyam számára az internet veszélyei, az infokommunikáció és eszközök veszélyei témakörben egy előadás sorozatot tartsunk az egész délelőtt célja, hogy a gyermekek figyelmét felhívjuk az internetre és a különböző infokommunikációs eszközök veszélyeire, problémáira, mind áldozatai, mind elkövetői szempontjából. A mai délelőtt célja nem más, mint valamennyi bozza és általános iskolás felső gyermek tudatában legyen és felelősségeben legyen annak, hogy az internet használata és az infokommunikáció használata felelősséggel jár, meg tudják különböztetni azokat az adattartalmakat, melyek számukra illetve amelyek számukra még nem elérhetők, életkoruk, életlenségük vagy erottesebb egyéb dolgok miatt. És nagyon fontos volna, hogy tudják ma határaikat, hogy mi az, amit már megternek az infokommunikációs eszközök használatával, és mi az, amit még nem. Fontos, és a legfontosabb tanulsága úgy gondolom, hogy az kell legyen a mai napnak, hogy átgondolják mind a gyerekek, a riport kapcsán mind a felnőttek azt, hogy mind a gyerekeknek, mind pedig a felnőtteknek felelősségük van a felelős internet használat és a különböző infokommunikációs eszközök használatával. Én arra kérném a szülőket és a gyerekekkel nyíltan, őszintén beszélgessenek ezekről a témákról felelős életkorba hozzák meg azt a döntést, hogy adott esetben a gyermeküknek mobiltelefon vásárolnak, vagy bármilyen más infokommunikációs eszközt, és nagyon fontos volna az is, hogy erről beszélgessenek a gyerekekkel, hiszen csak így alakulhat ki egy felelős, tudatos, internetes felhasználó nemzedék a közeljövőben. Köszönöm figyelmüket!